Imádta a közönség a július 22-i hajdúszoboszlói koncertjükön a Csík zenekart. A 35 éves együttest rengetegen várták a 18. szoboszlói folk hétvégén, és természetesen most sem okoztak csalódást rajongóiknak. Zenei összeállításukkal a jól bevált utat követik, amivel ezen az estén is bizonyítottak. Milliónyi taps csattant, sőt együtt is énekelt velük a szabadtéri színpad nézőterét teljesen megtöltő nézősereg. A Csík számára egy sok éve fennálló, kedves kapcsolat a hajdúszoboszlói. Csík János az együttes vezetője a koncertjük előtt a folk hétvége másik helyszínére is ellátogatott, melyről elismerően nyilatkozott. Újabb felejthetetlen élménnyel gazdagodott a hajdúszoboszlói folk hétvége közönsége a Csík zenekar július 22-i nagy koncertjének köszönhetően. Csík Jánosék rendszeresen elkápráztatják a közönséget. Ez egy sok-sok éve létező kedves kapcsolat itt hajdúszoboszlói szervezőkkel, hiszen ennek a folk hétvének már ilyen 20 éve a Csík zenekar úgymond résztvevője. És mindig fontos volt, nem csak azért, mert egy előadás, meg egy megkeresés fontos, hanem azért, mert ez egy megmérettetés is bizonyos értelemben, hogy tényleg jól megfeleljen az ember, és nem csak azért, mert hogy a közönséget mindig meg kell győzni, hogy jó a történet, hanem mások mellett milyen szinten van a produkció. Én úgy hiszem, hogy mindig helytállt a zenekar, és most is így lesz. Messzire szállt a hangszerek tökéletesen megszólaltatott hangja, a gyönyörű, tiszta énekek a kellemes hajdúszoboszlói estében. A sokszínűségre a folyamatos megújulásra törekvő Csík zenekar az idén új összeállítással érkezett. Tulajdonképpen egyfajta folytatása a tavalyi, illetve 2-3 évvel ezelőtt megjelent új legutóbbi lemezünknek, ahol az LGT zenekar dalai dolgoztuk át, és így népzenei ízeket adtunk nekik. Itt most az LGT-nek vannak jó dalai, úgyhogy volt miből válogatni, és talán ezek azok, amiket mondom, újaknak nevezhetünk, de inkább az, hogy a mi repertoárunkban újak. A Kossuth Díjas Csík zenekar fontos ismertető jegye, hogy a 2000-es évek közepétől az autentikus népzene mellett kísérletezésbe fogtak, és nem népzenei számokat kezdtek népzenei hangzásra átdolgozni. Népszerűségük napjainkban is töretlen. Azt a fajta most már 10x éve működő, úgymond műsorszerkesztésemben az autentikus népzene ugyanúgy benne van, mint az úgynevezett feldolgozások, vagy épp világzenei gondolatok. Én úgy hiszem, hogy ez az, amit elvár már a közönségünk, és azt hiszem, hogy ezen az úton jól haladunk, hát akkor ne menjünk el a jól bevált utakról, ne térjünk le, így lesz a jövőben is. Ezen a zenei úton haladva érkeztek meg a hajdúszoboszlói szabadtéri színpadra, a 28. szoboszlói folk hétvégére. Lesz épp úgy az autentikus népzene Erdélyből, például Kalotaszegről nagyon szép összeállítást hozunk, de épp úgy lesznek az említett új dolog közül, és persze az elengedhetetlen közönség által sokat szerepelt, megünnepelt dalokat mindenképpen újsorra kell tenni, mert különben nem elégedett a közönség, és így most én azt hiszem, hogy így teljes lesz az egész este.
35 éve muzsikálnak, az általuk képviselt Csík zenei stílus rajongóinak nagy-nagy örömére. Csík János azt mondja, a 35. évforduló számukra nem pusztán egy születésnap. Tulajdonképpen az egész év egy ünneplés, és akár a mai este is az egyfajta ünneplés annak, hogy vagyunk és létezünk, és hogy kellünk a közönségnek, hát van kinek muzsikáljunk. Ez mindig egy ünnep. Úgyhogy akár ma este is azt mondhatom, hogy ünnepeljük azt, hogy 35 éve létezünk. A Csík zenekar alapítója a koncertet megelőzően hosszasan időzött a szabadtéri színpadtól távolabb. Járt a Szent István parkban, nézelődött a kézművesek utcájában. Hát hosszú évek óta én mindig szeretettel jövök ide, és hál' Istennek mindig jót tapasztalok. Mindig az a folyamatos fejlődés, egy komoly igyekezet van abban, hogy itt ide látogatók tényleg elégedettek legyenek. Teljesen új fejlődés van, így a terek kialakítás, az újjáépített szabadidő színpad, tehát sok minden jól működik. Én úgy hiszem, hogy a hajdúszoboszlói körülnézés, vagy úgy mondjam, ezen a kézműves foglalkozáson, ez egy nekem szokás. Tehát én minden helyszínen elmegyek és körülnézek, és meg nem bánom, ha találkozom az emberekkel, nem bánom, ha megszólítanak. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szintű kézműves vásárok vannak, milyen kacat, nem kacat a történet, és bizony a Rácsás barátom még mutatta is, hogy milyen szép, értékes dolgokat vett, mézes kalácsot, és egy olyan hagyományos ütővassal fával készült magyar címer ellen látott mézes kalácsot, meg hajcsatot a feleségnek, tehát szép dolgokat vitt vásárfiaként, úgyhogy szép, értékes dolgok voltak.
A balmazújvárosi Kadarcs együttes országszerte ismert, hiszen számtalan hazai hagyományőrző rendezvényen bemutatták a népdalaikat. Rendszeres fellépői a szoboszlói folk hétvégének is. Most is nagy örömmel tértek vissza Hajdúszoboszlóra. A csoport fő célkitűzése, hogy a Hortobágy melléki tájegység dalainak, népzenéjének gyűjtése, megszólaltatása és továbbadása a fiatal generációknak. A népzenét néphagyomány szerető, kedvelő, őrző és ápoló felnőttek bemutatkozása magával ragadta a közönséget a 28. szoboszlói folk hétvégén. A 2008-ban alakult balmazújvárosi Kadarcs népzenei együttes rendszeres fellépői a rendezvénynek, most is nagy örömmel tértek vissza Hajdúszoboszlóra. A művészeti vezetőnek szívügyelet Hajdúszoboszló. Nagyon jó érzés itt lenni, mert mikor néhány évvel ezelőttig én csak hallgattam azt, hogy a folk hétvégén milyen nagy gazdag rendezvény van, és mondom, de jó lenne ide eljönni, fellépni, és vagy 3-4 évvel ezelőtt kaptuk meg az első felkérést, és mondhatom azt, hogy már most már rendszeres fellépői vagyunk, mert ez a harmadik-negyedik alkalom, hogy eljöttünk ide, mindig szívesen jövünk. Gazdag a kézműves kínálat. Most hál' Istennek jó időnk van, tavaly nagyon melegünk volt, és még az eső sem esik most, úgyhogy örülünk neki, hogy itt vagyunk. A balmazújvárosi együttes országszerte ismert lett, hiszen számtalan hazai hagyományőrző rendezvényen bemutatták a népdalaikat. A csoport fő célkitűzése a Hortobágy melléki tájegység dalainak, népzenéinek gyűjtése, megszólaltatása és továbbadása a fiatal generációknak. Balmazújvárosiak zömmel a csoport tagjai 2008-ban kerestek meg engem felnőtt, meg lesz férfiak, ilyen 45-50 év körül, hogy ők szeretnének citerázni, megtanulni. Hát mondom, jó, hát persze, miért ne? És nagyon volt fellépések voltak, aztán apránként csatlakoztak hozzánk énekesek, úgyhogy az évek folyamán olyan 18-20 főre dagadt a létszámunk, és nem csak felnőttek, nem csak időskorúak, hanem fiatalok is, a feltörekvő nemzedék is úgy gondolta, hogy hát ők szeretnének a Kadarcs népzenei együttesnek a tagja lenni. Az utóbbi időben a citerások mellé énekesek is csatlakoztak, így színesítették a csoportot, mely a 7 évestől a 88 éves korosztályig képviselteti magát. Nagyon szeretünk népdalt énekelni, és csak népdalt énekelni. Elsősorban a Hortobágy melyikének a népdalait volt szándékunkban, hogy azt megtanuljuk, továbbadjuk, felkutassuk, és aztán a felnövekvő generációnak is megmutassuk, illetve megmutassuk más tehetségek embereinek. De aztán igény lett rá, hogy ne csak a saját zenénket tanuljuk meg, népzenénket, hanem kacsingassunk ki egy kicsit, úgyhogy Erdélyből, Válaszútról tanultunk, Kalotaszegről, Szilágyságból, Vajdaságból, ugye a Délalföldről, van Szatmári csokraink, még Dunántúl itt még egyelőre nem, de tervezzük, hogy Dunántúlt is megismerjük egy kicsit, illetve a jelesnapi ünnepkörhöz kapcsolódó népdalokat, ezeket az egyházi népénekeket is nagyon szívesen tanuljuk, és amikor ott van annak az ideje, akkor szívesen énekeljük. A hatalmas szakmai tudásuknak köszönhetően több díjat is elnyertek eddigi pályafutásuk alatt. Ezek csak plusz önbizalmat adnak a zenekar tagjainak. Hát a leges-leges, és annak nagyon örültünk, ugye 2008-ban lehet azt mondani, alakultunk meg, 2010-ben a Kóta Népzenei Szövetség aranypáva díját kaptuk meg, ugyanez évben megkaptuk a Vas Lajosnak a nagy díját, 2012-ben sikerült az aranypávát még egyszer
megkapnunk a szakmai zsűritől, aztán egy kicsit pihentettük ezt a minősítősdít. Nagyon sok idejét elvette ugye a tagoknak, főleg mert itten dolgozó emberekről van szó, akik ugye a megélhetésért dolgoznak, de nagyon szívesen léptünk fel nagyon sok helyen, és ebben az évben úgy döntöttünk, hogy na megint nekiindulunk, úgyhogy már megkaptuk az aranypávát, megint a Kóta aranypávát, Vas Lajos népzenei versenynek a középdöntőjén tovább jutottunk, majd most novemberben lesz a döntő, ahol remélhetőleg megint egy nagy díjjal fogunk hazatérni. Ahogy már ön is mondta, hogy nagyon szeretik a népdalokat, a népdal szeretete összetartja a csoportot, de a népi hagyományok ápolása mit jelent önöknek? Ugye vannak a jeles napokhoz tartozó, az ünnepkörhöz tartozó néphagyományok. Volt szándékunkban, hogy disznótoros csináljunk, ugye ez a decemberi ünnepkörhöz tartozik. Míg Újvároson csináltak télüzőt, a télüzőhöz kapcsolódtunk főként. Ami ilyen néphagyomány jellegű, van egy népi játékok és népi ételek fesztiválja, amit minden szeptember 3. szombatján rendezünk meg, és ez immár tizedik lesz ebben az évben. Mindig bajba vagyok ezekkel a sorszámokkal. Ahol egy kicsit felevenítettük a méta, a paraszt méta bajnokságot, akkor a paraszt olimpiát csináltunk, és természetesen kísérő rendezvényként hagyományos pásztor, népi pásztorételeket lehet főzni és zsűriztetni, és emellett ugye hát mint hagyományőrzés népzenével, népzenei fellépések vannak. Ria veres bonyó, Bortiszik a gulyás, számoló bolytánya. A népzene mellett a néphagyományokat is ápolják. Így jött létre 2014-ben a Népi Játékok Fesztiválja, illetve 2010 óta a Sárga Lovam Pányvára van kikötve regionális népzenei találkozó. Úgy gondoltam, hogy Veres Péternek a szavait megfogadom, hogy ha én nem tudok elmenni regionális vagy ilyen szakmai népzenei napokra, akkor hát miért ne csináljuk meg Hortobán vagy Balmazújvároson? Mert hogy ide kell hozni a nagyvilágot, minden, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Így aztán 10-11-től van egy regionális népzenei találkozónk, a Sárga Lovam Pányvára van kikötve címmel egy regionális népzene találkozónk, ami már most ebbe az évbe 13-jára, azt hiszem a 13. volt, és ez is olyan nagy látogatottságra tett szert, hogy számszerűleg olyan 250-300 fős látogatottság, ugye itten főleg csoportok jönnek, szólisták jönnek, kisebb-nagyobb citerás csoportok vagy énekes csoportok, és nem csak a régióból és nem csak a megyéből, hanem az ország bármelyik tájáról is. Már most kibővültünk kicsit Nagy-Magyarországra, mert Marosvásárhelyről is tudtuk a barátainkat üdvözölni ezen a rendezvényen, illetve ebben az évben a Vas Lajos Szövetség szakmailag támogatta a rendezvényünket, úgyhogy egy Vas Lajos szakmai nappal egybekötött regionális népzenei találkozót rendeztünk. A Balmazújvárosi néphagyományt őrző és ápoló felnőttek bemutatkozása után a fiatalok vették birtokba a vásáros színpadot, akik a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanszakának volt, jelenlegi és leendő tanulóiból alakult. Vannak közöttük olyanok, akik már nem járnak zeneiskolába, viszont visszajárnak hozzánk a próbára, és oszlopos tagjai az együttesnek, illetve vannak olyan tagok, akik tudom, 2-3 éve kezdtek el hegedülni, vagy hangszeren játszani,
illetve nagyon jellemző a zeneiskolánkban az, hogy mivel vannak néptáncos csoportok, hogy a néptáncosok jönnek hozzám, hogy Márti néni, nem jöhetnék énekelni, hát gyere drágám, és akkor így vannak ezek a csajok, ezek tulajdonképpen táncosok és néptáncosok, és nagyon szeretnek énekelni. Igen, ezeken a fiatalokon látszik is, hogy közel áll a szívükhöz a néptánc, a népi hagyományok, de mennyire ez jellemző a fiataloknál egyébként? Én azt gondolom, hogy egyre inkább, tehát az a réteg, akit megérint a népzene, az benne is marad, beszéppantja magába. Az a réteg, akit meg nem érint meg, az nem fog jönni. Én a magam részéről ugye inkább egyre azt látom, hogy egyre több fiatal van az, akit megérint. Persze lehet, hogy ha kimennék egy retro diszkóba, akkor nem ezt látnám, de én azt látom, hogy van utánpótlásunk. Tehát évről évre mindig jelentkeznek gyerekek, akik néptáncolni, vagy valamilyen népi hangszeren szeretnének megtanulni. De mi szükséges ahhoz, hogy ezek a népi hagyományok a jövőben is fenntarthatóak legyenek? Hát nekünk tanároknak kell egyrészt művelnünk. Egy kicsit a felelősségem, hogy mindig olyan népdalokat hozzak, ami a gyerekeknek az érdeklődését egyrészt fenntartja. Illetve ők nagyon szeretik a YouTube-ot hallgatni, és akkor mikor jönnek, hogy Márti néni, szeretném, hogyha megtanulnánk, meghallgatjuk, jó van drágám, megtanuljuk. Tehát az ő kívánságműsoruk, az én kívánságműsorom, illetve a szülői háttér nagyon fontos, mert vannak olyan gyerekek, akiknek a szülei egyrészt ebben nőttek bele a néphagyományba, és tudták továbbadni, illetve meg is fordul, hogy először a gyerek volt a népzenés, és utána a szülő kapott kedvet, hogy hát akkor ő is mondjuk téttáncoljon. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!